A Bátaszék Esek karate szakosztálya június 4-én 5-én rendezte meg tradicionális edzőtáborát még a pünkösdi hosszú hétvége előtt, hogy pihenésre is maradjon idejük a karatékáknak. Pénteken és szombaton is edzéseken vettek részt a kezdők is és a haladók is, amit aztán egy övvizsga követett. Ezen a felmérőn a már megszerzett tudásukról tehettek tanúbizonyságot a sportolók a bírák előtt, és válthattak övszint a sikeres vizsgát követően. Ezt úgy tudjuk mindig megoldani, hogy 5 edzővel dolgozunk, és gyakorlatilag csoportbontásba próbáljuk és korosztályok szerint csoportosítani a karatékákat, annak érdekében, hogy egy picit előre tudjunk lépni a tradicionális karate terén. Tehát ez most kimondottan a tradicionális karate mozgásanyagot foglalta magába ez a 2 nap, nem a versenyzői mozgásanyagot, és ezt minden évben ezeket a tradicionális edzőtáborokat egy övvizsgával zárjuk. Azt kell tudni az övvizsgáról, hogy egy kis vizsga előzi meg, tehát azért ez egy dupla szűrős rendszer, pont azért, hogy a nagy vizsgán már ne kelljen senkinek se kudarcot vallani, úgyhogy ezt azért megelőzi egy jó egy hónapos felkészülés, majd egy kis vizsga, amit edzés keretein belül csinálunk meg, és ott azért megmondjuk feketén-fehéren, hogy ki az, akit javaslunk a nagy vizsgára, és ki az, akinek még azt mondjuk, hogy még egy picit várjon vele egy fél évet, vagy egy évet esetleg, hogy beérjenek a technikák. És azért, akik a vizsgára mennek, azért ott már nem árulunk zsákba macskát, tehát ott azért már 100%-os teljesítményt szoktak nyújtani a srácok, akik nagyon ügyesen teljesítettek, mostan nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nagyon magas színvonalon hajtották végre ezt a vizsgát. 34 vizsgázónk volt, és mind a 34-en egy fokozattal előre léptek. Az a 34 fő, aki ezen a hétvégén megmérettette magát a vizsgabiztosok előtt, azt is bizonyítja, hogy a Covid után is egyre többen választják ezt a küzdősportot sportolási lehetőségként. A Covid időszakban akkor ilyen 15-20 fős vizsgák voltak, most azért ebből a létszámból is látszik, hogy a tömegbázisunk is nőtt, visszakerültünk abba a kerékvágásba, amikor már mindenki aktív, mindenki bizonyítani szeretne, úgyhogy ez a létszám azért azt is félmjelzi, hogy most már arccal előre, és hál' Istennek visszakerülünk az eredeti kerékvágásba. Azt kell tudni, hogy itt a második csíkvizsga, tehát az első csíkvizsga az, amit teljes mértékben, amikor a karatékák elkezdenek karatézni, az első csíkvizsga azt, amit tényleg edzés keretein belül csinálunk, ez egy ilyen próbavizsga. És akkor a második csíkvizsgától egészen a színes övekig már edzőtábor keretein belül csináljuk meg a vizsgákat. Egy vizsgapanel áll elő, ugye a feketeöves mesterekből alkotunk egy vizsgabizottságot, akik a második csíkvizsgától kezdve a színesöves vizsgákig bonyolítjuk ezeket a úgymond megpróbáltatásokat. És a vizsgák között eltelt idő azért változó. Ugye amikor elkezdenek vizsgázni a gyerekek, akkor fél évente, egy évente vizsgáznak, de ahogy mélyül a tudás és nőnek a követelmények, úgy azért másfél-két évre nyitódik ez az olló, ezek a vizsgai időtartamok. Itt azt kell tudni, hogy valahogy ezt a 9-10 vizsgát a 6 éves és a 18 éves kor között kell elhelyeznünk úgy, hogy eleinte sűrűben zajlanak a vizsgák, hogy a motiváció megmaradjon, majd az idő előre haladtával azért egyre ritkulnak ezek a vizsgák, és nagyjából 18-20 éves koruk körül érnek meg úgy, mint testileg, mint fizikailag és mint szellemileg arra, hogy az első feketöves vizsgára oda tudjanak állni. A hétköznapokban a Bátaszék Esek karate szakosztályának karatékái megosztva vesznek részt az edzéseken. A versenyzői bázis Bátaszéken van, azok pedig, akik a tradicionális karatét választották, Szekszárdon járnak edzésekre. Érdekes a helyzet, mert ugye a megyeszékhely, a fiók csapata a bátaszékesének. Ennek történeti okai vannak. Bátaszéken előbb indult a mi karatepályafutásunk, gyakorlatilag én is bátaszéki származású vagyok, és ebből kifolyólag 1983-ban
Budapesten indult a karate, én 1984-ben kapcsolódtam, és azóta töretlenül csinálom, és a 90-es években már mint edző vettem részt a szakosztály működésében, és akkor, amikor a 90-es évek végén ide jártam a főiskolára, Szekszárdra, akkor valahogy megnőtt az érdeklődés, és nekem is a kapcsolatrendszerem úgy kezdett kialakulni, hogy hát miért ne próbálnánk meg itt Szekszárdon is egy klubot alakítani, és az élet úgy hozta, hogy hát sikerült egy klubot kialakítani, aminek a mai napig is egy ilyen 45-50 fős létszámot számlál, de azok a srácok, akik nem csak a tradicionális karatéval szeretnének megismerkedni, hanem a magasabb szintű versenyzéssel, azok átjárnak azért Bátaszékre, tehát van átfedés a két csapat között, illetve amikor edzőtáborokat csinálunk, akkor azokat közösen csináljuk, tehát a nyári edzőtáborokat közösen bonyolítjuk, akkor azok a srácok, akik átjárnak Bátaszékre, azért van kapcsolatuk a szekszárdi csapattal is, tehát hogy van ilyen közös metszet, és hát így együtt dolgozunk, és azért próbáljuk azokat a tehetséges szekszárdi felnövekvő generációkat is a versenyzés felé irányítani, és azáltal a bátaszéki műhely felé, akikben látjuk azt a potenciát, azt a győzelmi potenciát, meg azt a faktort, hogy versenyzővé tudjuk őket kinevelni. Hétfőnként a szekszárdi sportcsarnokban, a hét többi napján pedig a Kolping iskola tornatermében folynak az edzések. A versenyzői bázisnak pedig Bátaszéken tartanak tréninget az edzők.